Újabb nagy volumenű fejlesztés a kórházban tájékoztató keretében számolt be Csernavölgyi István főigazgató, Cserpalkovics András polgármester és a megyei közgyűlés elnöke Molnár Krisztián az elmúlt évek eredményeiről és a jövőbeni tervekről. Tartsanak velünk! 534 darab új orvostechnikai eszközzel korszerűsödtek a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szakrendelései és osztályai. Mintegy 290 millió forintból fejlesztette a járóbeteg szolgáltatásokat az intézmény Európai Uniós és hazai támogatásból. Többek között ez a röntgen képerősítő is segíti a betegek gyorsabb és pontosabb diagnosztizálását és kezelését a jövőben a traumatológiai osztályon, csak úgy, mint a sürgősségi osztályra került EKG, defibrillátor és újraélesztő készülék. Ezek az eszközök is a közelmúltban kerültek az intézménybe. A most megvalósult járóbetegellátást érintő fejlesztésekről a kórház főigazgatója számolt be kedden. Az aktualitás az egy járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére kötődő eszközfejlesztés. Egy nagyon-nagyon széles eszközpark valósult meg, kb. 290 millió forint értékben 534 darab orvostechnikai eszköz állt csatasorba az intézménybe. Számos szakmában teljességigénye nélkül traumatológia, érsebészet, fülorgégészet, nőgyógyászat, fizikoterápia és tényleg hosszú a sor. Talán ha arról egy pár gondolat, hogy ez a fejlesztés azért ez nem egy önmagában átsorgó fejlesztés itt az intézmény életében. Nekünk van egy fejlesztési koncepciónk, amit nyilvánvalóan mindig a környezetünkkel, jelesül Székesfehérvár városával is egyeztetünk. Ez 2010-re nyúlik vissza, ez a fejlesztési koncepció, aminek az volt a lényege, és egy nagyon hangsúlyos gondolat részemről az, hogy közlök adatokat, tehát az volt a lényege ennek a koncepciónak, hogy fejlesztjük a fekvőbeteg ellátást. Emellett párhuzamosan, mivel a jövő a lakosság közeli ellátás felé tolódik, fejlesztjük a járóbeteg szakellátást, ez valósult meg most egyébként itt helyben, fejlesztjük a kúraszerű ellátást. És akkor a tények, tehát azért ez az intézmény 2010 óta igen jelentős volumenben fejlesztett fekvőbeteg ellátó osztályokat, 15 milliárd forint értékben fejlesztettük az intézményt, például az intenzív osztályunkat, például a sürgősségi betegellátó osztályunkat, például az új műtőblokkot adtunk át, 8 új műtőt adtunk át, fejlesztettük a kardiológiai eszközparkot és osztályt, és ugye, hogy ez betegellátásban is megvalósul, például a kardiológiából évente 3000 szívkatéteres vizsgálat történik. Fejlesztettük a gasztroenterológiai osztályunkat, a gasztroenterológiai eszközparkunkat, az endoszkópokat, a gasztroszkópiát, a kolonoszkópiát, ugye a mai szűrősekkel, hogy lépést tudjunk tartani ezzel a kihívással is. Tehát számos-számos fekvőbetegellátó területen fejlesztéseket hajtottunk végre. Ugyanezeket megtettük ugye a járóbeteg, ami ezzel párhuzamosan zajlik. Megtettük a vidéki telephelyeken, ugyanis hát Enyingen megint csak tényszerű zöld mezős beruházásként új rendelőintézetet adtunk át. Fejlesztettük a Sárbogárdi rendelőintézetet, fejlesztettük a Múri rendelőintézetet. Ott például a abszolút szakmai gondolkodás mentén a központi telephelynek az eszközpark fejlesztéséhez kötődően, tehát a 3000 szívkatéterhez kötődően egy új rehabilitációs osztályt adtunk át. Tehát mind-mind ezek a törekvések, ami sok-sok forintban mérhetőek, ezek mind-mind a betegellátást kívánják szolgálni, és a lakosság közeli ellátást próbálnak megvalósítani. Volt nekünk és van még egy feladatunk, az infrastruktúrális és az eszközfejlesztésen túl. Ez pedig a humán erőforrás fejlesztése, tanítása, okítása, és egy olyan stabil, jól képzett, magas szint, szakmai színvonalat nyújtani tudó humán erőforrást tudjunk akár a szakdolgozók, akár az orvosokat, ha tekintem, biztosítani a lakosság számára, hogy itt helyben a legmagasabb szintű ellátást meg tudja kapni, és stabilan meg tudja kapni. Megint csak tények. Azért ez a kórház 2010-et követően kettő egyetem oktató és gyakorló kórháza lett. Ez a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Pécsi Orvostudományi Egyetem. És van egy bizonyos tényeken alapuló gyógyítást tanító, a jövőt képviselő ágazat is. Nehezen emészhető a szó, ez az úgynevezett transzlációs medicína. A Közép-Kelet-Európában a második oktatóhelyként a Székesfehérvári Egyetemi Oktatókórház szerepel.
ugye ezek a képzést szolgálják, ami pedig biztosítani fogja reményeink szerint a jövőben azt, hogy a humán erőforrás itt a legmagasabb szinten rendelkezésre áll. A jelen szakmaiságot és a jelen gyógyítói teljesítményt talán alátámasztja az az adat, hogy minden intézmény megítéltetik szakmai mutatókkal, ebben a legmagasabb szinten gyógyítók közé sorolják a kórházat, ez a bizonyos Kézmix Index. Illetve amikor a betegellátás eset számát nézzük, intézményünk, akár ha csak a sürgősségi ellátást, ami ugye manapság nagy sláger, kiemelem, tehát nagyon nagy munkával tudunk megfelelni annak a kívásnak, hogy az országban a lényegében majd mindig a legtöbb eset szám a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház sürgősségére realizálódik, tehát nagyon-nagyon sok esetet látunk el, és ennek nagyon kemény technikai feltételei vannak, nagyon kemény humán erőforrás feltételei vannak, és nagyon kemény gyógyítói morál vetületű feltételei vannak, és ezúton is én köszönöm a munkatársaimnak, hogy ennek a feladatnak megfelelnek. Úgyhogy semmi más nem teszünk, mint kellő szerénységgel, azonban a tudásunk birtokában és ezzel a biztonsággal, stabilan állva a lábukon tesszük a dolgunkat, és én azt gondolom, hogy ez a kórház jelenleg is az elmúlt időszakban is nagyon jó úton járt a gyógyítás vetületében, és én nagyon remélem, hogy ezekkel a tendenciákkal a jövőben is meg tudunk felelni a kihívásoknak. Milyen közeli és távlati célok vannak? A cél az mindig a gyógyítás, és mindig az, hogy gyógyítóként, megfelelő gyógyítói magatartással emberként tegyük a dolgunkat. Ha egy kicsit a fejlesztésekhez visszakanyarodok, mint cél, ugye van ez a bizonyos Modern Városok program, aminek keretein belül a közeljövőben a pulmonológiai osztályunkat, az infektológiai osztályunkat, az onkológiai osztályunkat, az ápolási osztályunkat fogjuk fejleszteni. Fejleszteni fogjuk azokat a közösségi helyiségeket, mint a porta épület, mint a folyosó, ahol ugye amivel a lakosság találkozik, ahol a beteg utak haladnak. Parkolókat fogunk több százas nagyságrendben kialakítani. Ez a legközelebbi, konkrét, jól megfogható fejlesztési célunk és feladatunk. Mindez része annak a nagy léptékű, több lépcsőből álló kórházfejlesztési projektnek, amely 2010 után részben már megvalósult és a jövőben is folytatódik a lakosság, a betegek és a kórházi dolgozók érdekében. Az önkormányzat évi 100 millió forinttal támogatja a kórházat a munkaerő és az eszközpark kapcsán. Ezt már a város polgármestere mondta, aki hozzátette, ebből idén 16 millió forint jutott a szakorvosjelöltek és rezidensek lakhatási támogatására. 84 millió forintból pedig a műtőkhöz kapcsolódó eszközbeszerzéseket támogatta a város. Érdemes kicsit komplexen nézni a Szent György Kórház fejlesztésének a kérdését, hiszen miközben az alapellátás megszervezése, fenntartása, üzemeltetése az önkormányzat kötelező jogi törvényi feladata, közben nyilvánvalóan a regionális megyei városi egészségügyi központi eseménye az állami fenntartású Szent György Kórházhoz kapcsolódik. Ez a központi intézmény, ez a legfontosabb intézmény, akár a járóbeteg, akár a fő betegellátás vonatkozásában, tehát nagyon nem mindegy a fehérvári közösségnek, hogy mi történik a Szent György kórházban. Tudjuk, hogy ez a kórház máig érthetetlen okok miatt 2010 előtt kimaradt a más megyei kórházokat érintő és komoly fejlesztéseket jelentő pólus programból. Ez azt jelentette, hogy a két hiányzó tömb fejlesztése sajnos mai napig érthetetlen okokból nem történt meg. Ezért fontos volt, hogy 2010 után a kórház szakmai vezetésével együttműködött, az ő szakmai javaslataik mellett kezdjünk el lobbizni, és próbáljuk elérni, hogy a két ütem meg tudjon valósulni. Az első ütem megvalósult, és a mai napig mindegy 15 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a Szent György Kórházhoz. A második ütem pedig meg fog valósulni a következő években a Modern Városok program keretében. Itt el tudtuk azt érni, hogy az eredeti 7 milliárd forintos keretösszeg az várhatóan 14 milliárd forintra fog tudni a kormány döntése nyomán egyébként bővülni. Ez is nagyon-nagyon fontos, és ezen belül nagyon fontosak voltak azok a fejlesztések, aminek most egy szép példáját adhatta át a kórház. 290 millió forintból több mint 530 eszköz mindegy 10 egészségügyi területre került a járóbeteg ellátásban beszerzésre. Ezt már a szakembereink használják, és az itteni ellátottak érdekében teszik ezt természetesen. És ezzel párhuzamosan pedig mindig el kell mondanunk, hogy egy összefogás eredménye lehet a kórház
kórháznak és egyáltalán az egészségügynek a fejlesztése. Az összefogásban természetesen nagyon fontos kulcsszereplő maga a fenntartó állam. Nagyon fontos, hogy az állam, a kormányzat támogatólag lépjen föl a mi kórházunk fejlesztése tekintetében. Ez az első 15 milliárd tekintetében megtörtént, és bízom benne, és biztos is vagyok abban, hogy ez megtörténik a következő 14 milliárd vonatkozásában. Szükség van az Európai Uniós forrásokra, de itt is fontos hangsúlyoznunk, hogy nincsenek közvetlen Brüsszelben elérhető egészségügyre fordítható finanszírozást, eszközpark vagy éppen infrastruktúrát fejlesztő támogatások, tehát a kormányzaton keresztül lehet ezeket lehívni, és szükség van természetesen az önkormányzatok támogatására is. Ebben az esetben mi évek óta évi 100 millió forinttal támogatjuk a Szentgyörgy Kórház fejlesztését, a humán erőforrás tekintetében és az eszközpark infrastruktúra vonatkozásában egyaránt. Idén 16 millió forintot adtunk a kórházjavaslata alapján a szakorvos jelöltek, illetve a rezidensek lakhatási támogatására, és 84 millió forintból pedig műtőkhöz kapcsolódó eszközbeszerzéseket tudtunk segíteni, hogy a kórházban megvalósuljon, és emellett pedig fontos még egy együttműködő partner, a társadalmi nyilvánosság, akik rengeteg, különösen a cégek, rengeteg támogatást biztosítanak a kórház alapítványainak. Ezúton is szeretném ezt nekik megköszönni, mint ahogy minden együttműködő partnerünknek, aki nem gáncsolta ennek a kórháznak a fejlődését, hanem segítette azt, hogy a szakemberek minél jobb munkakörülmények között dolgozhassanak, és az ellátottakat pedig minél magasabb szintű ellátásban lehessen részesíteni. Cserpalkovics András hozzátette, lényeges elemei a fejlesztéseknek a helyi cégek, vállalatok is, akik rengeteg támogatást adnak, és amiért köszönet illeti őket. De megyei szinten is számos fejlesztés valósult meg, csak az elmúlt két hétben Sárbogárdon, Csákváron és Móron számoltak be új beruházásról. Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a kórházban elhivatott emberek áldozatos munkát végeznek a betegek érdekében, és az infrastruktúrális fejlesztések is milliárdos nagyságrendben érkeznek Fejér megyébe. Nagyon nagy jelentősége bír ez az egész megye számára, csak az elmúlt két hétben Csákváron, Móron, Sárbogárdon és Enyingen voltunk hasonló fejlesztések bejelentésén és eszközök átadásán. Emellett természetesen az alapellátás fejlesztése is történik. Magára az alapellátás fejlesztésre, a házi orvosi rendelőkre, védőnői szakszolgálat rendelőire mi magunk, mint megyei önkormányzattól forrásból 2,5-3 milliárd forintot fordítottunk az elmúlt két évben. Azért is fontos az ilyen esemény, mert felhívja a társadalom figyelmét a tényleges helyzetre. A tényleges helyzet pedig az, hogy nagyon elhivatott emberek áldozatkézbecsületes munkát végeznek a megye lakosai egészségügyük érdekében, és az infrastruktúrális fejlesztések is milliárdos nagyságrendűek a megyénkben. Azért is kell ezeket kiemelni, jó esetben automatikusan erről szólna a híradás, erről lehetne a közösségi oldalakon beszélni. Azonban az elmúlt időszakban főleg a közösségi oldalakon a téma lett a megye egészségügyi helyzete, a kórháznak a negatív beállítása, amely rossz indulatú és nem igaz. Másrészt pedig pont azok az ellenzéki körök próbálják meg a kórházat és politikai célokra felhasználni, akik például 2006-ot megelőzően szerették volna egyszerűen privatizálni a Fejér megyei Szentgyörgy kórházat és profit szerzési célból kiszervezni a rentábilis tevékenységeket. Majd miután ez nem jött össze, még egyébként 3 nappal az önkormányzati választás előtt október 1-ét is megpróbálták ezt. Miután ez nem jött össze, azzal büntették a megyét és a megyei embereket, hogy a 11 milliárdos pólus fejlesztés nem kapott támogatást. Az országban egyedül a Fejér megyei Szentgyörgy kórház járt, így a vidéki nagy kórházak közül. Ahogy a mai napon hallhattuk, még a mai napig nem sikerült ezt kiheverni. Így leginkább azt gondolom, hogy akik most a kórházat támadják, az ellátórendszert támadják, leginkább bocsánatot kellene kérniük, és megköszönni mindazoknak az áldozatos munkáját. Ez kórházvezetéstől indulóan orvosok, ápolók, fizikai dolgozók, háttérmunkások, akik kiváló munkát végeznek és kiváló szinten aggódnak az egészségünkért és próbálják jobbá tenni azt. Picit, hogyha megyei szinten gondolkodunk, az elmúlt években mennyire volt jellemző a fellendülés mondjuk a fejlesztések tekintetében? Mindenképpen, ha csak 2010-et követően nézzük, azért az egykori pólus pályázat részelemei megvalósultak. 7,5-8 milliárdos önálló tömbépület, 3-400 millió forintos eszközbeszerzések. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az árdrágulásoknak köszönhetően, ha most azok a fejlesztések, amelyek a Modern Városok programban Cserpalkovics András polgármester úr célja szerint megvalósulnak, nagyságrendek akkor érjük utal azt a 2010-es
10-es helyzetet, ami akkor elmaradt fejlesztések kapcsán, az a hátrány, ami akkor bekövetkezett, azóta természetesen elszállt az idő, az árak mindenhol felemelkedtek, ha akkor nem ilyen hátrányon indulunk, most azért klasszik sokkal jobb lenne az ellátórendszerünk, de így is folyamatosan építkezünk, a kórház szakmilag alkalmas terveket rak le, és a politikának pedig az a célja, hogy ezekhez forrást rendeljen, és még véletlen se a szakmai ellátásba szeretni szóljon bele, szakmai kérdésekbe. Látjuk, hogy sokak számára ez sem jelent tabu témát, meg akarják mondani az orvosok számára, hogy hogyan kéne az ellátást végezni. Mi ettől nagyon messze menőkig távol szeretnénk magunkat tartani. A politikusoknak, az önkormányzatoknak a felelőssége, a források odateremtése, és az, hogy hagyjuk dolgozni, gyógyítani azokat, akik ehhez értenek, már pedig itt Fejér megyében ehhez értenek. Van egyébként megyei szinten olyan kiemelkedő beruházás, ami az elmúlt években megvalósult, hogyha lehet nevesíteni? Hát mindenképpen meg lehet az első tömb pályázata a kórháznak, az egykori pólus program pályázati anyagának egy szűkített változata, ugye a műtőknek, a rendelőknek az eszközbeszerzései, 3-400 milliós eszközbeszerzések, de ha a telephelyekre gondolunk, akár a Móri intézménynek 2010-et követően több mint 2 milliárd forintba a teljes rendbetétele, a csákvári telephelynek a felújítása, a rendbetétele, a sárbogárdi szakellátó teljes rendbetétele, 1,5-2 milliárd forint között végződött a beruházás, tehát nagyon sok milliárd forint került, és nagyon okosan felhasználásra, és a fejlődés az folyamatos, ahogy láttuk, konkrét tervekkel, konkrét fejlesztési elképzelésekkel áll elő a kórház, és hála jó Istennek ehhez kormányzati támogatást is tudunk szerezni. A korszerűsítések sora a jövőben is folytatódik az országban a legtöbb pácienst fogadó intézményben. A Modern Városok program keretében a pulmonológiai, infektológiai, onkológiai és ápolási osztályokat, valamint közösségi helyiségeket érintik a beruházások, de a tervek szerint több száz parkolót is kialakítanak majd. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!